Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit, ezt a műsort a férfi világbajnokság értékelésének szenteljük, bármilyen furcsa is, hiszen ugye felvételünk időpontjában még nincs vége a VB-nek, számunkra már, mint a magyar válogatott számára sajnos igen, mert hogy az 5. helyen végeztünk a franciáktól elszenvedett vereség után. Ez egy hősies csata volt, meg egy igazi férfias vereség, és vállalható VB, és vállalható befejezés, legalábbis én azt gondolom, úgyhogy nem keserű a szánkíze, nem? Legfeljebb egy picit van bennünk hiányérzet, hogy hú, de közel voltunk ahhoz a legjobb négyhez. Igen, azt hiszem, hogy ez egy ilyen abszolút vegyes érzés, mert összességében, hogyha tekintünk a szereplésünkre, meg erre a francia mérkőzésre is, akkor nem lehetünk elégedetlenek, és nem mondom, hogy bőven, de mondjuk összességében fölötte teljesítettünk annak, mint amit úgy előzetesen elvártunk, vagy reménykedtünk. És a másik oldalról viszont tényleg egy centire voltunk egy kiemelkedően nagy eredménytől, és ráadásul ugye, ha bejuthatunk az elődöntőbe, és a svédekkel játszanánk a döntőért, az nem lenne nehezebb feladat, mint a francia meccs, tehát optimistán tekinthetnénk akár a döntőre is, ami ugye 86-ban sikerült utoljára, és a 86-os menetelése a magyar válogatottnak az hasonlított egy picit erre, amit most láttunk, hogy gyakorlatilag egy picit így a semmiből érkezve, ugye jó csapatunk volt, meg erősek voltunk, de nem elkerültek minket a nagy eredmények ugye a 80-as években is. És akkor meccsről meccsre előre haladva jutottunk el a döntőig. Most is ez valahogy benne volt a levegőbe, bár kétségtelen, hogy az mondjuk egy érettebb csapat volt. Tehát tulajdonképpen ez a válogatott egy pár év múlva juthat arra érettségi szintre, ahol a 86-os nagy csapatunk volt. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen félig teli, félig üres pohár dolog, és az nyújthat azért így reményt, vagy szóval hogy a jövőbe tekintve egy jó jövőkép, hogy ugye itt lesz az Európa-bajnokság egy év múlva, és akkor lehet egy nagyot dobni, még nagyobbat dobni, hogy egy igazán maradandó eredményt nyújtson a csapat. Így van. Na azért én azt szeretném, hogy egy picit részletesebben beszéljünk erről a franciák elleni meccsről, mert szerintem nagyon sok érdekes vetülete volt. Kezdjük azzal, hogy amikor vezettünk 7-1-re, én személy szerint a fejemet fogtam, mert már annyiszor megbeszéltük a különböző műsorokban, hogy az a csapat, amelyik az elején nagyon elhúz, az, és ez nem túlzás, az esetek 80%-ában, de mondjuk 70-ben biztos, hogy nem nyer. Ennek borzasztó érdekes lélektana van, de tényleg vissza lehet nézni akár női, akár férfi vonalon, hogy ez mégis valahogy így szokott lenni, hogy kézilabdában iszonyatosan nehéz megtartani a nagy előnyt az elején, és ez régen is így volt. És nem igazán tudom a magyarázatát, de nekem akkor már volt egy kis bajós érzésem, hogy nem az első fél időt kell megnyerni, vagy nem az első negyed órát. Igazából nekem az a tapasztalatom, hogy abban az esetben, ha kialakul egy ilyen nagy előny az elején, két olyan csapat között, ahol erőkülönbség van, annak javára, aki kialakítja azt a plusz 6-7 gólt, akkor az egy eldőlt mérkőzés és vége, mert akkor onnantól kezdve a kisebb játékerői csapatnak semmi esélye. Abban az esetben, ha egyenlő erők vannak, vagy adott esetben a gyengébb csapat vesz egy ilyen villámrajtot, akkor valóban nagyon sokszor ez meg szokott fordulni, logikusan, hiszen azért az erősebb csapat összeszedi magát, illetve hogyha azonos játékerő van, akkor nem reális az, hogy mondjuk 60 percen át ennyire domináljon egy azonos játékerejű válogatott. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ez vezetni 7-1-re, vagy 9-3-ra, az nem jelent semmit, de még mindig sokkal jobb, mint 3-9-el, vagy 1-7-tel nyitni egy meccset. Azért az nem esik jól általában. De nem, igen, de érdekes, de tehát lelkileg, elméletileg igen, gyakorlatilag meg állítom, hogy nem.
Tehát, hogy igazad van, nem esik jól, aztán mégis többször nyer az a csapat, vagy legalábbis egál. De hogy nem nyer többször az a csapat, amelyik 7-1-re vezet, igen, úgy, hogy mondtad, ha nincs klasszis különbség. Tehát, hogyha nagyjából hasonló játékerő van, abban egészen biztos vagyok. Mindenesetre én azt gondolom erről a meccsről, hogy ha ez fordítva így indult volna, akkor nem lett volna egy olyan meccs belőle, ami a végére lett. Ez biztos, hogy így van. És de mielőtt még ugye a meccset végignéznénk, egy összehasonlítottam így a fejembe a magyar és a francia válogatott, mert nagyon érdekes párhuzamokat látok a két válogatott között. Ugye szoktunk arról beszélni, hogy ez egy újjáépített magyar válogatott, és hogy van benne még fejlődési lehetőség és sok fiatal. És amikor összehasonlítottam a franciákkal, azt találtam, hogy gyakorlatilag egy pont ugyanolyan szerkezetű csapatunk van, korban is, és a posztonkénti felállásban is. Tehát, hogyha onnan vesszük, hogy ugye van egy idősebb kapusunk, nem öregezem le a rolit, hát nekik is van egy, kettő, három is. Tehát azon a poszton ugye a tapasztalat és a rutin dominál. Akkor ha megnézem a belső pozíciókat, ugye például a beállóst, van egy Bánidi Benzénk, aki a világklasszis szinten játszik ilyen 25-26 éves korára. Nekik van ugyanúgy egy Fabregasuk ebben a kategóriában. Kétségtelen, hogy még mögötte van két jó beállósuk, amiből nekünk talán még a rostát érlelnünk kell, hogy arra szintre legyenek, de mondjuk a kulcspozícióban egy ugyanolyan erősségű játékosunk van. Ha a belső átlövőket nézzük, akkor azt látjuk, hogy jobb átlövőben ugye van egy fiatal titánunk, a Máté Dominik, nekik is van egyik a memjük. Van egy idősebb jobb átlövőnk ugye a Ancsin vagy a Balogh személyébe, nekik van egy Nedim Remiliük, aki ugye fiatalabb, de azért már tapasztaltabb. Tehát azért nincs messze a korba ett a dologtól. A bal átlövő pozícióban ugyanazt látjuk, van egy Román Lagardjuk, aki Szitával mondjuk össze lehet hasonlítani, illetve egy Engasszányuk, akit a Bodóval korban, meg alkatban, meg lövő erőben. A középen ugye van egy Maé, meg egy Lékai Máté, szintén korban nagyjából hasonlók, mondjuk a Máté kicsit idősebb, de ez egy nagyon összehasonlítható keret. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt voltak a franciák egy veterán csapattal, akik már mindent megnyertek. Ez nem az a csapatuk. Ugye két szélen kétségtelen, hogy ott volt két klasszis. Ezt akartam mondani. Szélen nem áll meg ez a... Hát szélen kevésbé áll meg, igen, de mondjuk nem is az azért a döntő tényező. Tehát azt mondom, hogy azt az utat, amit a franciák követnek, azt követhetjük mi is nagyjából. Így van. És most ezt a meccset látjuk, akkor szóval ez egy pozitív kicsengési dolog a számomra, hogy ezzel a csapattal, amik őt építenek, és koherensen jön ki az elmúlt 30 év kézilabdázásukból, ahhoz képest most mi jó szituációban vagyunk, úgyhogy ez szerintem egy tök biztató dolog a jövőre. Abszolút, így van. És akkor, ha lebontjuk ezt egy-két posztra meg emberre, akkor érdekes dolgokat látunk. Én nagyon szeretném, ha például beszélnénk az irányító kérdésről. Nekem meggyőződésem, hogy az, hogy ezt a meccset végül nem sikerült megnyerni, az lehet, hogy ott dőlt el, mert míg az egyik oldalon, mondtad, hogy ugye milyen hasonlóság, és valóban, míg az egyik oldalon bejött az, amire nagyon sokan számítottunk, hogy Mahé túl fogja pörögni ezt a meccset, és akkora lesz benne a bizonyítási vágy, hogy össze-vissza csinál minden butaságot. Ez pont így is történt. Igen, ám, de Guillaume Gilles azt, hogy hoppá, csere, Mahé csücs a padra, egy hetesre jött utána az egész meccsen, de a balkezeseikkel megoldották, tehát volt egy B-terv arra, hogy akkor hogy lesz ez a francia csapat irányítva, hogy csúnyán fejezem ki magam. Ezzel szemben mi történt nálunk, bocsánat, végigmondom, ezzel szemben nálunk az történt, hogy a Máté produkált egy varázslatos első félidőt, de tényleg, hogy álomszerű, meg az egész VB-je parádé. De egész egyszerűen utána elfáradt. Tehát annyira szemmel látható volt, hogy muszáj lenne neki egy kis pihenés, vagy egy kicsit több pihenés, és majd esetleg visszajön. És most vagy nem merték
a kapitányaink, ugye, vagy ez a trió meglépni, hogy valaki más irányítson. Vagy nem akarták, nem tudom őszintén szólva, de ez kulcskérdés volt, azt gondolom, a hátralévő 40 percben. Tehát mi nem csináltuk azt, hogy akkor jöjjön Győri Matyi, jöjjön Balogh Zsolti irányítani, nekünk is van három balkezesünk, Balogh most keretben volt, hagy tudjon pihenni a Máté, hanem ő végig a pályán volt, és óriási volt a különbség a második, meg az első félidőben nyújtott teljesítmények között. Nem tudom, te ezt hogy látod? Hát ezt ugye statisztikai adatok alapján is vissza lehet nézni, és egyébként logikus is, hogy az a játékos, aki végigjátsza a mérkőzéseket, az főleg egy hosszabbításos meccsen elfárad. De szerinted miért nem cseréltek bele szerinted? Azért nem cseréltek bele, én ezt abszolút megértem, hogy nem cseréltek bele, mert ugye a Guillaume Gilles-nek könnyű helyzete volt, mert a Máhé tök szarul játszott, már elnézést a kifejezésért, tehát könnyű volt azt mondani, hogy a gyere fiam, üljél le. Ráadásul van egy Nedim Remiliük, vagy egy Richardsonjuk a padon, akik hát alapállásban nem is biztos, hogy gyengébbek, mint a Máhé. A mi oldalunkon viszont volt egy nagyon-nagyon jó Lékai Máté, akihez nem nagyon mertek hozzányúlni, mert annyira jól irányította a csapatot, és utána pedig a második fél időben ugye olyan picin billegett ide-oda az eredmény, hogy vezettünk, aztán átvették a vezetést, tehát nem éreztem a második fél időben azt az időszakot, hogy le lehetett volna cserélni, mondjuk rizikó nélkül. Amikor le lehetett volna cserélni, az valószínűleg az első fél időnek a közepe volt, ahol elmentünk, ugyan kezdtek visszajönni, de az valószínűleg akkor is visszajöttek volna ugyanígy, mint ahogy tették, hogyha más irányít. Tehát ott lehetett volna talán nyerni egy 5-10 percet, de hát ez utólag persze nagyon nehéz megítélni. De avval teljesen egyetértek, hogy ha Máté tud a mérkőzésen pihenni még 10 percet valahol, akkor talán az utolsó, nem is a második fél időre, de a hosszabbításra még maradt volna egy pici tisztánlátás, meg energia benne, mert ott azért elkövetett egy-két olyan hibát, ami abszolút a fáradtság számlájára írható. És hogy ez mennyire így van, azt szerintem a Miklár Lorinak a példája is mutatja, akit ugye le tudott hozni a kapitány a második fél idő közepe körül egy pár percre. Hát az nagyon érdekes volt, arról beszéljünk már. Hát én ezt is láttam. De tudod, az nem pár perc volt, az egy perc volt gyakorlatilag, vagy másfél. Egy akcióra jött a Székely Marci, egyet lőttek neki, hopp, visszacsere. Nem is láttam még hasonlót. Hát, igen, mert ugye a Rolinál is az volt, hogy volt egy varázslatos első félidő, ami tényleg gyakorlatilag az a 6-7 gólos előny az elején, azért az nagyban az ő számlájára volt írható, hiszen a franciák egy 1-9-et lőttek az első negyed órában, tehát egy gólt 9 lövésből, amiből 7-et megfogott, meg 2-t mellé dobtak, vagy valami ilyesmi arány volt. Tehát egészen káprázatos volt, és ehhez képest ugye a második fél időben, az első negyed órában szerintem nem nagyon tudott labdát fogni. Tehát benne volt, hogy ő is hihetetlen energiákat mozgósított az első fél időben, egy picit elfáradt. És akkor lehozták most, hogy egy perc volt, vagy három, én nem emlékszem rá. Biztos, hogy nem volt három, azt tudom. De arra biztos, hogy elég volt, hogy egy picit szusszanjon, becsukja a szemét, végig gondolja, lelazítsa magát, visszament, és az, hogy a mínusz háromra visszajöttünk, ahhoz neki kellett azért ott két védést bemutatnia. Abszolút. Amiből ha bármelyik gól és négy gól van, akkor vége a meccsnek. Teljesen egyértelmű. Csak az furi nekem azért, hogy tényleg Győri Matyit nem lehetett volna három percre beküldeni. Nagy Bence ugye most nem volt keretben, vagy a Balogh Zsoltit. Persze könnyű innen okosnak lenni, csak tényleg, nem is még a kézilabdához se kellett hozzáérteni, hogy látni, hogy a Máté annyira fáradt, de annyira is közben meg annyira akar, és hogy bizonyítana ez a jövőre nézve, azt hiszem, hogy ez egy óriási kérdés lesz majd, hogy lesz-e alternatívája a Lékai Máténak, mert valószínűleg egy EB-t sem fog tudni végigjátszani. Tehát szerintem, ha van egyértelmű, hogy is mondjam, csak olyan következtetés, amit le lehet vonni ebből a VB-ből, akkor az ez, hogy kell még egy irányító, akit nyugodt szívvel pályára mernek küldeni a kapitányok. Nyilván ez lett volna Hanusz, aki annyi lehetőséget kapott, mint igen a Csillag, sajnos nem igazán tudott vele élni, és kapuban is nagyjából ez a helyzet, szerintem,
hogy a Roli mögé is valahogy föl kéne hozni a Marcit, mert, és ez nyilván többet kéne védeni a Veszprémben, hogy bátran be lehessen küldeni, amikor vagy nem megy Rolinak, vagy pihennie kell. Szerintem a kapus pozícióban nincs ilyen probléma, mert a Székely Marcit nyugodtan be lehet tenni. Bármikor az tényleg egy döntés kérdése, hogy egy adott meccsen mennyi időre kell pihentetni a Miklert, vagy ha nem megy olyan jól neki, akkor mikor hozzuk a Marcit. Igazad van, de azért még egy év nem kéne úgy, hogy gyakorlatilag nem védéles meccsen évközben. Hát persze, ez jó lenne a védele, igen. De hát nyilván Veszprémben barom jó kapusok vannak, és nem olyan könnyű játékidőt szerezni. De ebben együtt azt mondom, hogy a kapuban szerintem ott egy érett helyzet van, csak dönteni kell, hogy bátran be lehet tenni a másik kapust. A középen egy picit más a helyzet, és abszolút megértem az edzőinket, hogy ezen a meccsen nem merték bekockáztatni. Elcserélik a Lékai Mátét, mert a többi irányítónk ugyan mutatott már jó dolgokat, és nem mondom, hogy nem lehet rájuk számítani, de egy ilyen kélezett meccsbe, mondjuk a 42. percbe beküldeni a Győri Matyit, hogy vedd át a csapatnak az irányítását, ez egy borzasztó de Attila, várj, dolog, úgyhogy egy ilyen jó teljesítmény. De figyelj, de ezen túl vagyunk, oké. De nem ez a kérdés. De jövőre ugyanez lesz. Tehát van egy évünk, valakit föl kell hozni arra a szintre, hogy ilyen meccsen is be lehessen küldeni, mert Lékai Máté nem fogja, egy évvel idősebb is lesz, nem fogja tudni végigirányítani az Európa-bajnokságot sem. Ez tök egyértelmű. Tehát valakiből kell... Szerintem ebben nincs titok, és ebben nem hiszem, hogy bármelyik edzője a válogatottnak vitatkozna, de hát ez az a dolog, amihez kellenek mérkőzések, kellenek edzések, hogy szerintem kell hozni egy döntést, mert ugye itt van egy Győri Matyi, négy jelölt van erre, van egy Hanusz, van egy Juhász Ádám is, ugye, aki, tehát itt négy olyan jelölt van, aki szerintem nagyjából egy szinten van. Valószínű, hogy ki kell belőle jelölni egyet, vagy maximum kettőt, és neki adni a bizalmat, de hát ez nem olyan egyszerű, mert ugye ehhez kellenek tényleg azok a mérkőzések, ahol meg tudja alapozni az edző azt a döntést, hogy na, nem te, hanem te. De érdekes, bocsánat, érdekes, a tavalyi EB után azt gondoltuk, hogy ez Nagy Bence lesz. A kora miatt is, meg a játéka miatt is, ugye berobbant, aztán a Fradiban sem volt igazi idénye, már lehetett sejteni, hogy azért most nem annyira kerek a történet, és az nagyon kevés lehetőséget is kapott, nyilván az edzőink látták, hogy most nincs olyan formában, mint tavaly volt. Ez tényleg... ők látják a legjobban, a bajnoki meccsek nyilván számítanak, az nem túl jó, ugye, hogy a Nagy Bence nem játszik Európa Kupa meccseket, tehát nem tudjuk egy másik szinten is megnézni a teljesítményét, azért a Győrit meg a Juhász Ádámot ugye látjuk az Európa Ligában, azért az fontos lehet, ugye a Hanusz se játszik ugye Európa Kupát, tehát ezek azért hátránya a másik két játékosnak. De minden esetre ezt valamilyen szempontok alapján szerintem 22-es csapat optikájában el kell dönteni, és önbizalmat és bizalmat adni annak a játékosnak, aki a Lékainak. Nem csak, hogy ezen az EB-n a váltótársa lehet, hanem nyilvánvaló, hogy a következő években azt a vezéri szerepet át kell vennie, de hát legalább van rá embereink. Tehát nem mondjuk azt, hogy na, van a Lékai, a senki több, hanem ott van ez a 3-4 játékos, akiből ki lehet nevelni azt az irányítót, aki ha nem is a Lékainak a jelenlegi szintjén, de mondjuk távlatokban oda juthat. Így van, így van. És hát ami még nagy szívfájdalom, az szegény Bodó Ricsi játék, aki meg úgy küzdött, mint az oroszlán, tényleg, és a lehetőséget is a végletekig megkapta, de sajnos ez nem az ő meccse volt. Tehát milyen pech ez, nem? Hogy akár csak neki egy kicsit jobban megy, vagy a Máté egy picit tovább bírja, akkor tuti, hogy ott vagyunk. Tehát, hogy ilyen piciken múlott az egész, mert annyira ment Ricsi, és annyira próbálkozott, de hát van az úgy, hogy nem jön össze. Igen. Igen, de hát ez főleg egy ilyen nagy lövőnél abszolút benne van a játékban, mert ha mindig minden lövése gól lenne, akkor ő lenne a világ legjobb játékosa, és azért ezt, hogyha a másik oldalról nézzük, mert a franciák oldaláról,
nem tudom, figyelted-e, hogy Richardsonnak mennyire nem ment például a játék. Persze, persze, tehát, persze. Tehát náluk is megvolt az a fajta potenciál, ami nem jött ki ezen a mérkőzésen. Sajnos volt helyette másik, akinek kijött. De azért nem mondanám, hogy a Ricsi teljesen negatív volt ezen a meccsen, előtt a végén például egy nagyon fontos gólt, amivel a hosszabbításba tovább éltek a reményeink. De mondjuk neki kétségtelen, hogy azt hiszem, hogy még erőben is van mit pótolnia, mármint fizikai állapotban, tehát úgy láttam, hogy ő azért még nehézkesebb, egy kicsit védekezésben nagyon könnyen megkerülték, de nem volt vele azért akkora gond, és így a Szitával jól kiegészítették egymást, de biztos, hogy ennél tud még jobban játszani, meg stabilabban. Igen, hát erre mindenképpen szükség van. Jó, összegezve szerintem, tehát én nekem továbbra is az az érzés, amit az elején mondtam, hogy ez nagyon jó szájízzel fejeztük be ezt a VB-t, vagy azt mondom, hogy nagyon, tényleg nagyon büszkék lehetünk erre a csapatra, és nagyon jó alapot ad ahhoz, hogy akár jövőre már a hazai EB-n reméljük nézők előtt, és a későbbi években itt egy stabil, jó magyar válogatott legyen, amire már olyan nagyon régen várunk. Hát ennek most mindenképpen megágyaztak. Igen, hát én azt remélem, hogy ez a szakvezetői hármas a Nagy Lacival az élen földön tartja az embereinket. Tehát, hogy nem kezdünk el mást gondolni magunkról, mint amik vagyunk. Jó a csapatunk, de azért van még előttünk út, és ugye a nagy megmérettetések, a nagy meccsek, azok voltak nehéz meccseink ezen a világbajnokságon, de tulajdonképpen az elérhető ellenfelek, és aztán a spanyolokkal csináltunk, amit csináltunk, és a franciáktól kikaptunk, tehát azért, hogy is mondjam, bizonyítani kell még azt az erőt, amit mutattunk, és ezt a jó játékot. Ez nem mond ellent annak, ahogy mondtam, hogy az alapot leraktuk. Van persze, mire, persze, csak abban kell gondolkozni, építkezni. Hogy nyilván azokkal kell játszani, akik az ellenfeleink, tehát nem tudunk mással játszani, csak aki a csoportunkban van. De szóval nem szabad elszállni, mert rettenetesen kiegyenlített a világnak a férfi kézilabdázása, tehát itt, ha megnézzük az első 8 csapatot, akkor hát kevés olyat tud mondani, aki kilógna a mezőnyből. De ennek ellenére ugye kiegyenlítettség van, meg néhány meglepetés, de amikor látjuk az első 4-et, akkor nagyjából leírtuk volna a VB előtt, hogy a dánok ott lesznek, a spanyolok ott lesznek, a franciák ott lesznek. Hát nem tudom, láttad azt a Dán-Egyiptom végjátékot, hát az úristen, na, de, igen, hányszor fordult meg. De azért, ha megnézed, hogy ki a két elődöntős város, akkor nem mondod azt, hogy na, hát itt bármi meglepetés lenne. Úgyhogy a világ az sokat nem fordult, de viszont a kiegyenlítettség az egyértelműen elmond. Tényleg az egyik Tomiak is hát fantasztikusan jól játszottak. Igen. Na érdekes, mert nagyon kíváncsi leszek majd, mi fog történni, mert én egyáltalán nem osztom egyébként azt, amit mondtál az elején a svédekkel, mert szerintem én most a svédeket az egyik legnagyobb esélyesnek érzem. Tehát, hogy olyan elképesztően együtt vannak, csak olyan keveset látjuk őket, meg én szerintem még ők a svéd-francia meccs esélyesei is. Tehát, hogy én most esküszöm, hogy majdnem az elsőre tenném őket, aztán lehet, hogy tévedek, majd meglátjuk, de nálam ők baromira ott vannak az elején, és hihetetlen kiegyensúlyozottan játszanak az egész VB-n. Összességében meg pont azt érzem, amit mondasz, hogy baromi jó, hogy ennyire kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Szerintem bejött ez a 32-es létszám is. Persze voltak olyan meccsek, ahol nagy volt a különbség. Ott sem volt annyira bántó egyébként, mint például vízilabdában néhányszor, tehát nem voltak ilyen úristen fejemet fogom mérkőzések. Jó, nagyon-nagyon-nagyon jó irányba indult el az egész. Ezt a Covid sztorit is nagyon jó kezelték, tehát lehet, hogy volt itt hasmenész tovéroknál, meg ez, meg az, meg amaz, de összességében lement, majdhogy nem azt mondom, hogy gördülékenyen az egész világbajnokság. Igen, hát legalábbis ugye, amit mi a tévében látunk, az a nézők hiányától eltekintve olyan volt, mint bármelyik másik
Néha följött a pályamatrica, és akkor celluxal akart. Az vicces volt, hogy ugye. Jó, hát olyat láttam már. Láttunk már máshogy. Mondom neked őszintén, úgyhogy ez nem olyan nagy was ist das, tehát az előfordul, de összességében a mérkőzéseknek a színvonalát, ha nézzük, meg az izgalmakat, akkor tényleg egy nagyon jó VB-t láttunk, és hát most jön még ugye a java az elődöntőkkel, ahol tényleg bármilyen eredmény születhet. Valóban a svédek akár meg is nyerhetik, de érzésem szerint a franciák meg fogják őket verni, és egy spanyol-francia döntőre gondolok én. Én is a spanyol tartom, tehát én meg spanyol-svéd döntőt vizionálok, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Na, mit szólsz a horvátokhoz? Még egy pár szót, pár percet szenteljünk rájuk, ugye most már megvan Csérvár utódja, az eddigi másodedzője, horvát lett, de hát ahogy ők ezt lehozták ezt a VB-t, és az a egészen katasztrofális vereség a dánoktól, az egészen hihetetlen. Hát igen, a katasztrofális dán vereség az is egy teljesen abszurdum volt, de azért a döntetlen a japánokkal, kikaptak az argentinoktól. Az argentin vereség, tehát ez egy egész világbajnokság egy rémálom volt, és ehhez képest ugye egy ilyen fantasztikus tekintélyű és eredménylistájú edzővel, tehát nem az volt, hogy új edzőjük volt, valami fiatal, nem tudta, hogy mit csináljon, hanem egy nehéz találni nála kompetensebb edzőt, és valami súlyos gondok voltak, amit a nyilatkozatai ugye mutattak is, hogy valami nem volt kerek. Most ehhez képest kinevezik a másodedzőjét kapitánynak, akit ő jelölt ráadásul. Hát, hogy ezt nem értem, azt tuti. Akkor most akkor mi van? Tehát akkor most kivel volt ott a gond, vagy mivel volt a gond? És azt mondta Csérvár, hogy majd elmondja. Igen. Kíváncsian várjuk, hogy mikor mondja el, mert biztos izgalmas. És tehát azt nyilatkozták, ugye, hogy hát így a folytatólagosság jegyében igen. választották, de hát ennek a folytatólagossága az nem biztos, hogy egy nagyon jó ötlet, mert ha így folytatják, akkor az nem sok jóra vezet. Mennek elnöki kupájára, mert csak. És hát annyira sok jó horvát edző van, hogy azért lett volna választék. Mondjuk Goluzsa volt még a... Meg Balics, hárman voltak, igen. A jelölt, aki... Hát viszont nem nagyon népszerű játékosok körében, úgyhogy nem véletlenül nem ő lett. Hát a Balics meg soha nem volt edző, tehát igen. Az is egy kicsit hát veszélyes lett volna. Minden esetre kíváncsian várom, hogy az olimpiai selejtező mit mutatnak a horvátok, mert azért ha nem jutnak ki az olimpiára, az egy óriási blama lenne egy ekkora válogatottnak, mert azért baromi jó a csapatuk, tehát azért jó megsérült a Cindrics, de hát ott volt azért nekik a Karacsics, meg a Duvnyák irányítóban vannak jó átlövők, tök jó beállóik vannak, van Strilek, mindenki volt, aki él és mozog, tehát nem volt ez benne a pakliba, főleg úgy, hogy egy éve azért az Európa-bajnokságon igencsak jól játszottak, és tényleg drámai körülmények között vesztették el ugye a döntőt a spanyolok ellen. Így van. Hát ez legyen a horvátok problémája. Milyen jó, hogy most nem nekünk kell ilyen gondokkal foglalkozni, hogy vertek minket agyon, mert nem vertek agyon, főleg ugyan ez a nagyon fontos meccsen. Na hát ennyi fért a mai extrába, és ugye úgy értékeltük a VB-t, hogy még nincs vége, de hát magyar szempontból igen. Ebből kifolyólag a következő műsorunkban, vagy műsorainkban azért még szót ejtünk a VB-ről. Mára viszont ennyi volt a kézivezérlés extra. Köszi, hogy néztetek minket. Sziasztok!